végére, amikor kezdett ki tisztulni a kép, és kezdtem vezetni ebbe az egészbe, kezdtem érezni azt a kötelezettségtudatot, hogy ez mivel járhat, hogyha esetleg engem ér az a megtisztelő elismerés, hogy én lehet a 2018-as év agrárszakemberének a közönség díjasa. Hihetetlen volt számomra, hogy milyen kötelezettségtudat alakult hirtelen bennem, és elkezdtem gondolkodni, hogy mit tudok én tenni a közösségért, mi az, amit az agráriummal kapcsolatosan én többet tudok tenni esetleg. És arra jöttem rá, hogy ugye fiatal gazda kategória jelöltként kerültem bele ebbe a versenybe, és a legaktuálisabb kérdés szerintem a mai agráriumban a generációváltás. Úgy gondolom, hogy én jelenleg ennek vagyok a részese. Nagy lehetőségek, perspektíva és kihívás rejlik ebben a szakmában, és egy önmegvalósítást ténylegesen meg tudunk benne élni. Ez az embernek teljes mértékben az életét tudja képezni a mezőgazdaság. Ez nem csak egy munka, amit elkezdünk reggel és délután 4-kor leteszünk, hanem ez maximálisan az életévé tud válni az embernek.